Jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, üdvözlök mindenkit, újra itt vagyok a Lidl-ben. Innen már nem terveztem, mi van a szatyomban vlogot, de hát az helyzetünk úgy hozta, hogy ez van a legközelebb, és ilyenkor szombat este mindjárt 8:30 van, úgyhogy most ez a legegyszerűbb. Másrészt pedig ugye tegnap Fikári kollega sajnálatát fejezte ki, hogy nem csináltam szatyorvlogot azokra a termékekről, amiket tegnap a sortomban reklámoztam, úgyhogy akkor most részben a te kedvedén is, hogy jobban legyél, ezért most egy ilyen nem szatyorvlogot, hanem bevásárlóvlogot csinálok, és rögtön kezdjük egy olyan dologgal, ami fontos a mindennapi háztartásunkban. Ilyen szimpla ásványvíz, hát a neve is az, hogy szimpla, ugye 2 literes, hát mondjuk úgy, hogy úgy iszok, mintha a csapból folyna. De most ennek az az érdekessége, hogy ez kb. Egy évvel ezelőtt még 15 penny volt, most meg már 31 penny. Tehát csak a duplájára nőtt, sőt több mint duplájára immár. Na, és akkor menjünk tovább, ami még kell. Ene, ha lenne, ha látnám, ez a fokhagyma. De ugye az van, hogy nem mindig minden van, amire az embernek szüksége van, tehát ez... Na várjál! Na hát úgy tűnik, hogy fokhagymát már nem veszünk. Ez a... Mondjuk úgy, hogy mostanában fönmerülő készlethiánynak az átka, hogy mindig van valami, ami nincs. Tehát napokban például paprika nem volt, ellátási hiány miatt, nem csak itt Warringtonban, nem csak ebben az időben, hanem úgy unblock, tehát a többi nagy áruházlánc többi országos üzletében sem volt ellátás. Most éppen fokhagyma nincs. Persze lehet, hogy ez csak a szombat este 8 órának, vagy 9-re köszönhető, de akkor is, hát bassza meg, nem mindegy, akkor majd holnap is le kell jönni. De ez van. Na menjünk tovább, hogy mit kell még vásárolni. Mondjuk olajat nem kell venni, de megfordítom a kamerát, és akkor láthatok. Tetszik látni, most hiány van rendes olajból, csak napraforgó olaj van, tehát rendes olaj, tehát repceolaj, pedig itt terem a repce, tehát nem muszáj Ukrajnából szerezni, és 2 font, 1 liter. Ez is tavaly ilyenkor még kb. 1 font volt, vagy 1 font valamennyi. Úgyhogy rendesen mennek fel az árak. Mit nem mondok, hogy itt van az 1 literes napraforgó olaj, miből még van, az pedig 2,40. Ez is valami 1,40, vagy még kevesebb volt tavaly. Úgyhogy, hát hadd nem mondjam. Amit tegnap vettem, de nem mutattam, ma még már nem tudom mutatni, mert csak a hűt helye van. Tetszik látni, csak a dobozok vannak. Illetve még egy darabban, ha jól látom, nem 2. Várj, akkor szerencsém van. Az utolsó 2 darab turorúzi. Ez nem a magyar piros pöttyös túrorudi, ez lengyel túrorudi, már abban az értelemben, hogy a lengyel termékek között lehet megtalálni, de Magyarországon gyártják, tehát ez a Lidl-s verziójú pöttyös túrorudi. Ugye itt vannak különböző termékek a kelet-európai héten belül, lengyel termékek is, meg magyar termékek is, szokott lenni magyar kolbász felvágott, de az most nincsen. Van ilyen lengyel felvágott speciál, az 1,29, ilyen kis 10 dekás semmiség, tehát egy ekkorka, úgyhogy ezt adjuk is. De magyar kolbászt nem látok érdekes módon, semmilyen formában. Ilyen nagy adagos vízli van, 5 fontért, 1 kiló. Az mondjuk annyira nem vészes, mert máshol is annyiba kerül a kilós vészni. Tehát ez a még hagyjuk, még elfogadható kategória. Na és akkor menjünk rá a hűtő szekcióra. Ugye vannak ezek a gombócok, ilyen töltött gombócok. Elvileg ez ugye túrógombóc lenne, normál esetben, de ugye ez nem sima túrógombóc, hanem túros és krumplis. Illetve van olyan krumpli gombóc, ami
malachússal van töltve, és ennek létezik egy vegyes változata, a malac és marha húsos. Na és amit tegnap mutattam, a sorban a lángos, illetve a szilvás gombóc, jut eszembe a szilvás gombócból egyet kell vinnem. Ez legalább van. Na, szóval a lángos, ez ugye nem rendes lángos, hanem lángos tészta gombóc. Tehát maga a lángos tészta, az össze van nyúlva egy kis gombóccá, és azok vannak lefagyasztva, utána pedig neked kell kiolvasztani, kinyújtani és rendes lángost csinálni belőle. Hát ez a kényelmeseknek a megoldása, aki nem akar ezzel fáradni, hogy ő állítsa össze a lángos tésztát, annak itt van. Mondjuk a legmég kényelmesebb, nincs is ilyen magyar szó, na mindegy. Szóval a legkényelmesebb az, amikor készen van a lángos, és csak meg kell venni és enni. De érdekes, hogy a lángosnak nincs kiírva az ára, de sejtelésem szerint ez ugyanúgy 250, mint a tetszik, itt a szivás gombócnak az ára van kiírva, de ezeknek a gombócoknak mind 250, jó nem mind, de ennek is az, amit elmutattam, tehát a vegyestek, a malac és marhahúsosnak is 1 kilója 250, illetve ez a túrógombóc, ami nem teljesen túrógombóc, az is kilója 250, tehát ebből adódik, hogy akkor van színleg, de a lángos is 1 kilós, a lángos gombóc mondjuk így, az is 250 valószínűleg. Én itt nem a kelet-európai héthez tartozik, hanem még az előtte levő alpesi héthez, de ugye még maradt ilyen mini zahel torta, ilyen fagyi zahel torta, konkrétan. Nos, megkóstoltuk. Tessék megnézni, 3 fontért vannak 4 kicsi zahel tortát, és közel nincs az eredeti zahelhez, de abszolút semmi. Tehát ez az egyszer megeszed, azt jó napot kívánok. Ugyanez a Wiener Schnitzel is igaz, az is 4 font, majdnem 3,5, és közel sincs olyan, mint az igazi Wiener Schnitzel. Bár esélytésbe akartam fölvenni, minden fordítom a kamerát, de az esélytésbe akartam fölvenni, de mivel a telefon szükséges ahhoz, hogy fizetni tudjak, ezért most akkor ezt a felvételt így megállítom, és akkor ez lenne egy vágás, arra vonatkozóan, hogy akkor mi van a szállámon. Na, szóval azért kell nekem a telefon a vásárláskor, mert hogy egyrészt ezen van a Lidl kártyám, másrészt pedig ugye NFC-vel szoktam fizetni, tehát telefonnal szoktam fizetni, magyarán érintővel, és ugye nem mindig kell elővennem a kártyámat, hanem a kártyám egy applikációban benne van, és mi a Google nem fizet, nem mondom meg, hogy melyik applikáció, és ezért egyszerűbb így fizetnem, tehát az olyan, mint ha okos órával fizetnék, csak most okos telefonnal fizetek. Na, és akkor nézzük meg a blokkot, tehát itt van, amit mondtam, a ásványvíz 3x31, az 93 penny, ugye a gombóc, az 249, a 2 darab túrórózé, amit kaptam, az 1,29 darabja, tehát 2,58, és egyrészt szereztem fokhagymát, az ugye 0,59 font darabja, és akkor az 1,18, és akkor összesen fizettem mindezért 7-es font 18-at. Kártyával fizettem, és akkor ott van az áfatartalom is. Ugye a legtöbb terméknek 0%-os áfája van, és egy vagy két termék volt, ami 20%-os áfás. Nos, hát én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ez volt ez a kis nem is szatyolvlog, inkább bevásárlóvlog, és ha tetszett, akkor tessék lájkolni, feliratkozni, esetleg még egy kis donation-t tessék a kerítésen, kommentelni is nyugodtan bátran, megosztani is nyugodtan bátran, az árfolyamokat mindenki számítsa át magának, legyen kedves, éppen aktuálisan melyik napi árfolyam van, amikor nézitek, és akkor találkozunk egy következő videóban. Bye everybody!